Oh. Skull and Hadi are in Vanaheim? We learned the giants rescued them from Odin. Wow. Brought them here. And look. The sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Beautiful, no? A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. The Eastern Migration. De gyönyörű ez megint. Just as I remember it. At least the whole realm hasn't fallen to predators and occupiers. I guess there's still something to be fought for here. Something. Várjatok, van izé? To defend. Nincs fotómód. And after some. Nincsen fotómód a játékba. Much damage has been done. Maybe that goes for Freyr, too. Azt hogy? Nyilván, hogyha a PS gombot megnyomom, akkor... De azzal meg csak videót csinálok. Ezzel meg ebbe a menübe lépek be. Érdekes. Itt lehet, hogy csináltam volna egy fotót. Azok szerintem ott állatok, igen. Később lesz fotómód. Ó, tehát a story móddal unlockolom a fotómódot. Mert még mindig a tutoriálban vagyunk. Ja, hogy úgy később, értem. Az más. De jól néz ki. Nem, tényleg egyszerűen gyönyörű ez a játék. Úgy, ahogy van. Vagy kiadnak majd egy fotómód DLC-t. Még nem tudom, hogy DLC jön-e hozzá. Na, az mi? I see something. Ez nyert? Nem úgy fest. Na most nem akarsz erről mondani valamit, Freya? Csak úgy valami infót. Hogy ez mégis mi? Vagy a gyökeret kell lefagyasztani. What is this? I don't know. But giants definitely crafted it. There's two wolves represented here. Perhaps a connection to our friends in the sky. A mystery for another time. A mystery for another time. Oh, tehát még ezért is majd vissza kell jönni. Fel kell gyújtani? Ha. De gondolom így. You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. Értem. Köszi! Szerintem tűz hisz növény? Hát erre mondjuk pont egy ellenkező példa az, hogy a másik növényt meg jéggel kellett. Hiszen növény. Rejtély, bronz szint teljesítve.
My sigils can break through their shields. Nem most bazd meg, iszok. They're defenseless now. Jó. De megbűvölt ellenfelekre, akkor most ezeket a pecsét nyilakat kell küldeni. Ott is át lehet menni, itt föl lehet jönni. Ó, de jó. Oh, dear Durda! Behind you! Incoming! Jó, jönnek. Az jó volt. Az kifejezetten jól sikerült. Igen, hát csak itt ilyen növények is vannak. Igen, igen, jó nyugalom. Jó, ezek van. Az is, az elég gyorsan meghalt viszont. Enemy behind you. Igen. Tir Durda! Igen, ez az elementális robbanás, ez elég jó. Ez ennyi volt? Last enemy. Hol van? Nem jön? Ja, ott van. Most van vége. Hú, oké. So much has happened since I last saw Freyr. Megpecsételődött a sorsuk. What do you want from him? Majd akkor így, amikor Kratos is iszik? Jó van, de hát érted. I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever apologize to Deimos? It is difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. Unworthy. Feels unworthy. Now how to get across? Hát igen, így terveztem. Elemek láncolása. Használj több pecsétet az elemek nehezen elérhető helyekre való láncolásához. Ezek megnőnek és fényesen világítanak, amikor egymáshoz vannak láncolva. Vasz? Ó. Oh. Hát ezt próbáljuk újra. Jó, ez így ilyen formán nem. De mi?
Így már jó lesz, gondolom. Ha hát mondjuk, hogyha nem ezt nyomnám, hanem ezt. Na most én értem, hogy ezt inkább tüzezni kellene, csak... Hát ennek nincs értelme. Nem, ez így nem. De valahonnan el kéne azt érnem, gondolom, tűzzel. Én értem, háromszor kiírhatod még, bazd meg, akkor sem fogom érteni. Azon aktiválódik, tehát az látszódik. Fosom öccse. De a tűzzel nem érem el, ez a baj. Ezt próbáltam, csak ugye az nem ér el odáig. Dobni a tüzet, szerintem, figyelj, a képességet el tudom dobni, de az nem ugyanaz. Több pecséttel. Az tűzzel kell. Tehát, hogy ez egészen biztos. Tehát azt a fost, azt tűzzel lehet eltüntetni. Kérdés, hogy meddig ér el a... Tehát azt elérem. Nincs elég idő, mert nem töltődik olyan gyorsan vissza. De innen tudom elindítani. Ó, és nem is kellett arra rárakni teljesen. Aha. Érdekes. De mint egy picit túl lett volna bonyolítva, vagy én bonyolítottam túl, ez a másik lehetőség. To remember fondly.
Jó pofa ez a láncreakció. Most ez mi volt? Hoppá, bocs fejjel, véletlenül rád ment. Igen, ezeket neked kellene, köszi. Hova lőved azokat? Hoppa, az pont betalált. Oké, egy kicsit clunky egyébként a Freyjának ez a nyilvesszője, mármint én használom rosszul, mert nyilván jó helyre lövi. Szó szerint láncreakció, igen, jó kitalálták, csak nekem nem volt egyértelmű, hogy ezt onnan kell inteni. Azt hittem, hogy mindenképpen a növénytől kell. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. Na, mesélj nekem. You know, if Atreus rushes to Ragnarok, you may not be able to stop him. I will. And if you fail? I have prepared him to survive without me, if he must. Watch for the plants. They like me, but strangers not so much. I see that. Hát csak ignorálom őket. I think you'd have better luck burning it. Nem ezt akartam nyomni. Hagyjál már! Na, kellett ez neked? Most kellett ez neked? Nyugasztom, tudom, hogy ezt miért csináltam, amikor arra nem akarok menni, de mindegy. Gyakoroltatja velem a játék a láncreakciót, lehet. Hogy állok egyébként ezzel a pörgettyűzéssel? Úristen. Jó, még 16-szor kell pörgettyűzés után R2-zni. Ez még mindig csak bronz, halad, ezt nem hiszem el. Jó, legalább ez már ezüst. Tehát a sprint R1, abból már csak 3-at kell csinálni. És 5-öt kell csinálni a hosszan lenyomott R1-es Casablanca kombinációból. Na, ide mi jöttem. Nem tudni. Itt is át tudunk menni? Aha. Akkor nem. És ezen...
We don't have the equipment for this. Oh, okay. Jó, van, na, azért hagyd próbáljam már meg. I do not know, but I will have no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. Oké, most jövünk vissza a campbe, ahol szintén semmit nem tudtunk megszerezni. Ready? As I ever will be. It really is you. No! You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight. It was my duty. To save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what. And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. You have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. I mourned you. Oh, I've missed you so much. A család egyesítés. But I won't. Bind myself to another realm when I finally have my freedom. I'll send help, though. And I will come back. I promise. This hasn't been your home for a long time, has it? Do what you gotta do. All right, that's enough. Jön a kis krappa. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? Come on, you two. Not you. Got a few things to square with y'all.
first is you collecting your spare heads. Ah, most visszaszerezzük a fejet. Second is that sigil magic I smell on your bow. Freya kapott XP-t. How's about I set you up with some sonic mojo? Call it a trade. Aha. Very well. Third of all, if you ain't staying here, bears mention. Na, nehogy még Freyát is lehet fejleszteni. Várjál, ha Freya XP-t kap, az azt jelenti, hogy lesz, amikor Freyát irányítom. Maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal Tyr. That's kind of you, Brock. I may do just that. Nem, nincsenek még meg a hollók. All right then. Ó, nem, értem, tehát most megkapja, azt tudom, hogy társ lesz, az egyértelmű, de hogy olyan, mint a kisrác is, hogy őt is tudjuk irányítani. Na. Na, ácsi. Ó, side quest. What is it? Yeah, I spent a lot of time tinkering up and down the river delta. Once Odin's army came to town, I lit out of there faster than a tassel worm with its bottom ablaze. So frazzled, I accidentally left behind a few irreplaceables. What irreplaceables? Well, just one, really. An orb. I'd be mighty grateful if you would find it. What is it? And if you come across any of my old, beautifully rusted armor pieces, I'll use a scrap to whip up something specially suited just for you. What is the orb? Just bring it back here, and you'll make me happy as a sunbeam. Okay. Oh, and don't forget to keep an eye out for my old armor. I'll fix it up for you. Free charge! Na figyeljetek, viszont vásárlás következik. Do you imagine we're looking for, brother? I do not know. Lunda. Szóval, vásárlás következik ugyanis. Először. A bárdot fejleszthetjük 4-esre. Szuper. Aztán... Várjál, elkészíthető. Jelenleg a bárdba a dühöngő pöröly van, ami ugye statba erőt ad, és magas szerencse, ha azzal ölök. Magas szerencse, igen, hogy megkapom, ha azzal ölök. Jó, azt hagyjuk. Mérsékelt szerencse, hogy pontos dobás, bónusz kábult, hagyjuk, pontos dobás. A kábult ellenfél megragadása az alábbiakat adja, újra töltődés. Na, az nem rossz. Lökés hullámot ad a bárdos eregy kombináció zárásaként. Az viszont jó. Úgyhogy... Mondjuk 21-et, várjátok már, először ne ezt, először fejleszünk, itt is. Na most egy ilyen 10-15 perces theory crafting következik, aki ezt utálja, attól elnézést kérek. De első körbe az biztos, hogy oda megyünk, hogy eladás. Nincs eladandó dolog. Különleges tárgyak. Ú, bazd meg. Aha. Oké, tehát már a varázs cuccokat is itt lehet venni. Kimagasló újraélesztőkő 3000-ért, az is pénzbe kerül. Na de ez kell nekem. Páncél. Ó, oh, még egy plusz páncél. Lúda törött melvér. Aha, na ez már 5-ös szintű, ez a sidequestből fog jönni, amikor összegyűjtjük a Lundának a törött, mit tudom én milyen cucc. Pusztakezes támadások, a hárítás és a blokkolás etesek, maga szerint mondott adnak sebzésre. Aha, tehát ez fegyver nélküli ütés. És mi ugye azt mondtuk, hogy ezt a Shoal-t kellene megnézni. Amúgy ez olcsóbb lett, mert ez mintha 6000 lett volna egyébként az előbb, nem? Hé, és kacok, ez 6000 volt. Várjál, 6000 és 3-3. A 3 az megmaradt. Én szerintem 5000 volt eddig is? Akkor én számoltam rosszul. Jó. Ettől függetlenül én erre rámennék.
hogyha magas a düh, és nem használom el a dühöt, akkor nagyon sokat sebzek. Mit szóltok hozzá? Vágjunk bele abba? Váltsunk szettet? Ugye a ragyogásról, ami igazából csak időlassítást ad. Én rámennék. Mert ez damage-et növel. Jó, én erre rámegyek. A good fit. Úgyhogy átöltözünk a shawl setbe. That'll keep your bits in all the right places. Mondjuk a lassítást a gatya és a kesztyű adja, ez igaz. Ugye a gatya és a kesztyű a shawl-nál az... dühöt ad, ha sérülök. Zsír. Akkor megvan a set. Törpék acélja. Ja, és 6000 pénzbe kerül fejleszteni. Akkor azt még nem is tudom fejleszteni, úgyhogy maradunk négyesen. Az amuletnél ott nincs váltási lehetőség. Jó, tehát a páncélnál végeztünk. Akkor legyen először különleges tárgy. Nézzük a varázslatokat. Ugye alapvetően ez micsoda? Ez Vanaheim, Milfheim, ez meg csak 50%-kal növeli a vaksággal és boldogsággal szembeni ellenállást. Az mondjuk nem rossz. Azt kellene megnézni, hogy hány slotos az amulettem. 2. Tehát semmi esetre sem fogok tudni 3-as set bónuszt kirakni, ameddig nem tudom fejleszteni. Tehát két slotos, és ahhoz, hogy azt fejlesszem, amulettje, ahhoz kellene ez az Yggdrasil ékszere. Jó, tehát csak 2 varázslatom lesz, ez biztos. Tehát set bónuszom nem lesz. Ez csak szerencsét ad, ez védelmet ad, akkor viszont berakjuk ezt egynek, mert ez egy ilyen egyszeri passzív cucc. A másik 2 is egyébként meg lehet venni. Set bónusz növeli Kratosz közelharci sebzését, a hatása súlyot elfelke szemben. Megnöveli Kratosz közelharci sebzését, amikor 75% felett van az életereje. Jó, mindegy, vegyük meg. Lehessen majd cserélgetni. Tehát ez most akkor meg van véve. Relikvia. Relikviát nem tudunk fejleszteni. Na ez mi? Javítható. Rúna potenciál. Ez Freyjához tartozó cuccok, ugye? Ez bestia darabba kerül. A rúna idézést töltődik, meg a rúna nyilak okozta hatásokat. Jó, hogy igen. És ez a pecsi erősebb hatás. Hát ezt mindenképpen fejleszteni kell, mert ez Freyjának az alap cumója. Ezt úgyis bestia darabból fejlesztjük. Igen, a mind a kettőhöz jó. És ezeket kihagyjuk. Ez meg már maxos, akkor bestia csontom meg nincs. Oké. Okay. Erőforrás. Hát mindegy, veszünk egy ilyet. Megveszünk. Ó. Oh. Aha, tehát hogy egy vagy kettő. Jó, mindegy, nem baj, akkor azt vettük meg. Jó, eladásnál mit tudunk? Erekjém nincsen. Hát cuccot adhatok el, de szerintem nem adom el, mert előbb-utóbb majd mindegyiket össze akarom gyűjteni, tehát ha már egyszer megvettem, akkor nem fogom eladni. És ugye továbbra is ebből tudnék 10 000-et szerezni. Sőt, törött rúna 50. Aha. Érdekes. Jó, tehát akkor a páncélnál különleges tárgyakkal végeztünk. Na, menjünk vissza a fegyverhez, és ugye első körben ugye a káosz penge. A káosz pengébe
el tudok készíteni egy olyat, ugye most ez van benne, hogy alacsony szerencse esély arra, hogy minden penge támadás után ugye erő és rúna erő halmozódik föl. Ezt használjuk. Elkészíthető ez. A forgó káosz és az illékony parázs elkerülő támadás képessége több sebzést és égést okoznak az ellenfelekre. Kábult ellenfél megragadása az alábbiakat adja erő ajándékba. Amúgy ez elég jól hangzik, mert erőt és védelmet ad, ez pedig erőt és szerencsét, de az meg ugye penge támadásra ad nekünk rúnát és rúna erőt. Ahelyett meg át lehet menni olyanba, hogy kábult ellenfél... Nem mindig stanolom be őket, tehát hogy azt kevesebbszer tudnám szerintem behúzni. Forgóká... Nem, én maradok ennél, hogyha kaszabolok a pengével, akkor növelhetem az erőt. És ezt tudnám is fejleszteni ötösre. Tudod mit? Én ezt felfejlesztem ötösre. Én is költöttem a pénzemet, úgyhogy ezzel igazából szerintem meg is jöttünk így a további fejlesztésnél. Pajzs. Pajzsnál a kőfal pajzsot használtam, de szerintem vissza fogunk térni majd a... erre a pajzsra retten, mert ezzel legalább gyorsabban lehetett perrizni. Ez jobban tetszett. És ugye bele van rakva ez a visszanyerés pajzsra, mert amikor sebzést kapok, akkor kapok védelmet, és a következő pajzscsapás találatakor életerőt töltök vissza. Hát erre figyelni kell, hogy amikor ez aktiválódik rajtam, akkor el is használjam. Vagy visszamegyünk az elemi robbanásosra. Legyen csak a damázs. Csináljunk elemi robbanást, amikor valamilyen enemire ráütögetünk. Jó, a bárdot fölfejlesztettem, és mivel nincsen pénzem, ezért nem fogok tudni most semmit se fejleszteni. Viszont... nincs erőforrás. Jó, akkor igazából végeztünk. Annyi, hogy most akkor ebbe az armorba vagyunk. Igen, páncél, amulett. Oké, és akkor ezt mondtuk, hogy ez az 50% ellenállás. Az a baj, hogy ez védelmet ad, ez szerencsét, ez meg feltöltődést. Hát igazából... a szerencsét kellene berakni, mert nem a feltöltődésre van inkább szükségem, hanem erre. Így jó, ez meg védelmet ad. Most csak a passzívot néztem, nem az aktiválódó képességet. És ugye, nagyon sok extra megnyílt most a pengénél. Méghozzá egy ilyen. Erős végső csapással egészíti ki a kaotikus tombolást, ez ugye az R1-es kombóm. Aztán, ha megütöd a pipa fogásra földre rántott ellenfelet, a lángoló becsapódás égő szikrákat lő előre, amik megsebzik az eredeti célpont mögötti ellenfeleket. Hű, ez menő! Ezt megveszem. Ez tetszik. És ez ráadásul... ez nem is modolható. Még jobb. Őrjöngő hamuvá égetés. Amikor a hamuvá égetés teljesen töltött, nyomd meg az L1 plusz háromszög gombot az aktiváláshoz. Igen. Megerősít minden a káosz pengével végrehajtott közelharci támadást lángoló robbanással, amely további dühöt ad egy időre. Azonnal ad ide. Hű. Ez tetszik. Oké, mit kaptunk még? A pörgettyűzés. Ha megütsz egy ellenfelet az égő támadás közben, a megperzselt sepréssel jelentősen nagyobb sebzést okozol. Hogy mi? Ezt nem értem. Tehát pörgetem, és ütök. Oké. Okay. Ha megütsz egy ellenfelet az ő támadása közben, a jelentősen nagyobb sebzést okozol. Aha.
Jó, na amúgy ennek van értelme, mert ilyet elég sűrűn csinálok, hogy a pörgettyűzés közben addig pörgettyűzök, amíg el nem kezd támadni, és akkor közben megszakítom. Na várjál, ez maga a lángoló ostorcsapás. Ja, oké, ennek két ága van. Pörgettyűzés közben vagy R1-jel, vagy ugye R2-vel ütöm meg, és akkor most mind a kettőt föl tudjuk erősíteni. Jó. Ezt akkor kivettük, és igazából egy dolgot nem tudtam megvenni, ezt, ami 3000-be kerül, hogy még egy ütéssel kiegészíti az R1-es kombómat. Nice. Jó, hát itt meg már ugye ott tartunk, hogy már ezt a sávot is föloldottuk, mert ugye az még már 4-es szintű az a fegyver, ez még csak 3-as. De nem baj. Jól van. Na, hát ez lesz szerintem akkor most a következő buildünk. Viszont figyeljetek, srácok, most már még van egy 20 perc, tudom, de most már nem fogok belekezdeni új küldetésbe, hanem innen fogjuk folytatni, jó? Erre most én itt rámentek egyet. 17 órát tettünk bele a játékba így az első héten. Úgyhogy innen fogjuk ezt folytatni, jó? Manuális mentés, 14 óra 42-kor. Úgyhogy innen folyt, köv!